Orbán Viktor hazudott. Orbán Viktor hazudozik folyamatosan, ezt már mindenki látja, hallja, észleli. Még a legelvakultabb Fidesz hívők is tudják, hogy Orbán Viktor folyamatosan hazudozik. Hazudott, amikor az EU IMF követelések kapcsán bizonyos listát emlegetett, bebizonyosodott, hogy sem az IMF, sem az EU nem küldött semmilyen listát Orbán Viktornak és társainak. Hazudott a pedagógusoknak a választások előtt és azután folyamatosan két évig, mikor béremelést, életpályamodellt ígért nekik. Először az államtitkára bohócozta le a pedagógusokat 2010. szeptemberében, amikor azt mondta, hogy aki béremelést akar, az vagy ostoba, vagy bohóc. Majd Orbán Viktor szóvivője, a kormány szóvivője mondta azt, hogy konyakoznak a pedagógusok, miközben egyébként meg az ország nehéz helyzetben van. Hazudott Orbán Viktor a gazdáknak is, hiszen azt ígérte, hogy a helyben élő, a földet művelő gazdáké lesz a föld. Ehelyett azt látjuk, hogy az országban mindenütt szinte Fidesz közeli föld oligarchák, fideszes oligarchák nyerik el a földeket, és művelhetik, cserédnek esetleg felvehetik a helyben élőket. Hazudott a rendőröknek, akiknek fizetésemelést ígértek, és a 10 milliárd forintos hiánnyal küszködő rendőrség megsegítése helyett saját személyes testőrségét hozta létre, vagy félelmében, vagy nem tudjuk miért, technéven, de hazudtak a rendőröknek akkor is, mikor visszamenőlegesen elvették a nyugdíjukat sokuknak. Hazudott Orbán Viktor az egyetemistáknak és szüleiknek, amikor azt mondta, hogy nem lesz tandíj, ehelyett bevezették a tandíjat, csökkentették a felsőoktatási keretszámokat, és még tetézi a hazugságait Orbán Viktor akkor is, amikor azt mondja, hogy nincsen tandíj, holott mindenki tandíjnak hívja a tandíjat. Hazudott az adófizető munkavállalók 85%-ának, akiknek azt mondta, hogy azonnali nagy arányú radikális adócsökkentés lett, ehelyett csak nekik lett adócsökkentés, a gazdagoknak, a milliós fizetésűeknek, a 85%-a a munkavállalóknak az adóemelkedés miatt kevesebbet vihet haza, az adójóvárás kivezetése miatt 8-10 ezer forinttal kevesebbet havonta, miközben Orbán Viktorék 3-400 ezer forinttal többet kaszíroznak nettóba havonta. Hazudott Orbán Viktor a minimálbéreseknek és az őket foglalkoztató munkaadóknak, mikor azt mondta, hogy a minimálbért megemeli. A minimálbér bruttó összegét valóban megemelte, de a nettó összege 3 éve szinte változatlan, 60 ezer és 61 ezer forint között van a nettó minimálbér. Ez azt jelenti, hogy 10 ezer forintot veszített reálértékében ez a minimálbér. Hazudott a munkahelyteremtés ügyében is. Azt mondta, hogy 1 millió új munkahelyet hoz létre, ehelyett nem, hogy a munkahelyek teremtésében jeleskedne, hanem sorra szűnnek meg a munkahelyek, és már munkahelyvédelmi programra akar áttérni a kormány, de úgy látszik, hogy ez se jön be, mint ahogy a bérkommandó se jött be, annak idején Rogán kommandó. A KSH múlt héten közzétett adatai szerint 2011-ben 10,9%-os munkanélküliségi rátát 2012-re is prognosztizálja a KSH, azt mondja, hogy 2012-ben is 10,9%-os lesz a munkanélküliségi ráta, tehát nem, hogy új munkahelyek nem keletkeznek, hanem a régiek egyrészt megszűnnek, másrészt pedig csökken a foglalkoztatottak száma, már a 8 órában foglalkoztatott, oké, biztosan. Hazudott az inflációról, azt mondták, hogy amikor ők majd kormányra kerülnek, akkor csökkennek az árak, befagyasztják a rezsiköltségeket. Emlékeznek még erre a kijelentésére Orbán Viktoréknak? Ehelyett azt látjuk, hogy az élelmiszerek és a rezsiköltségek ára az egekbe szökött. Hazudott akkor, amikor arról beszélt, hogy csökkenti az adókat, hiszen kormányzásuk első 26 hónapjában 26 új adót vezetett be, vagy 26 adóemelésre került sor. Ezek közül a legjelentősebb a 27%-ra emelt áfa, amely az inflációt is gerjeszti, áremelkedés idéz elő. Hazudott az egészségügyben dolgozóknak, hiszen béremelést ígért nekik, de ez a béremelés az azt jelenti, amit most megtettek nyáron, hogy reálbérvesztesége még mindig megvan az egészségügyben dolgozóknak, a korábbi 5,3%-os reálbérveszteség helyett csak, idézőbe téve, 2%-os reálbérvesztést szenvedtek el. És hazudott a nyugdíjasoknak. Orbán Viktor, amikor csak teheti, ráront a nyugdíjasokra. Hazudott a nyugdíjasoknak, mert azt mondta, hogy a nyugdíjak majd követik az áremelkedéseket. Nem igaz, hiszen nem a nyugdíjas vásárlói kosár alapján emelik megfelelően a nyugdíj mértékét, de 3 millió leendő nyugdíjasnak a nyugdíj megtakarításait is elinstandolták, lenyúlták, ellopták, majd eltőzsdézték ennek egy részét. Hazudott annak az 1 millió nyugdíjasnak, aki ma már vagy nem nyugdíjas, vagy ha nyugdíjas is, de csökkent az ellátása, kevesebbet kap vagy pénzben, vagy kedvezményben. És most napirenden van az utazási kedvezmények megszüntetése, vagy megnyírbálása a nyugdíjasok esetében. Fónagy János elismerte, hogy készült egy ilyen előterjesztés tervezet, amelyben a nyugdíjak
nyugdíjasok utazási kedvezményt akarják vagy megszüntetni, vagy megnyírbálni. Továbbra sem látjuk, hogy a kormány miért akarja a nyugdíjasokat is teljes mértékben tönkretenni. Minden társadalmi csoportra rárontott, minden társadalmi csoportnak hazudott Orbán Viktor és kormánya. Arra szólítjuk fel Orbán Viktort, hogy fejezze be a hazudozását. Legjobb lenne egyébként, ha a kormányzását fejezné be minél hamarabb. Az MSZP tervszerűen készül a kormányzásra, a kormányváltásra. Gazdaságpolitikai koncepciónkat hamarosan bemutatjuk önöknek, mint ahogy a különböző programjainkat már elkezdtük bemutatni. A Kelet-Magyarország programot Miskolcon mutatta be, a héten Mesterházi Attila pártelnök és Gurnándor megyei elnök. A Nyugat-Magyarország programnak most kezdődött el a vitája, és a gazdaságpolitikai koncepciónkat pedig hamarosan bemutatjuk önöknek, illetve a közvéleménynek, hogy lássák, készülünk a kormányzásra, hogy kormányváltás után már másnap elkezdődhessen a munka. Én röviden ennyit kívántam elmondani, és ha van kérdésük, akkor szívesen állok rendelkezésre. Várjunk egy kicsit. Akkor viszont én is kérek egy kis időt. Kaposvár? Az MSZP, mint az elmúlt 20 évben, szinte minden évben elsőként Kaposváron, Nagy Imre szülőházánál 22-én este megemlékezik Nagy Imréről, mártír miniszterelnökről, és természetesen október 23-án azt tanácsoljuk a szimpatizánsainknak, mint amit pártelnökünk Mesterházi Attila már többször el is mondott, minden demokratikus szervezet kormányellenes megmozdulásán vegyenek részt, csatlakozzanak helyben, vagy Budapesten, hiszen azért nem csak Budapesten lesznek ilyen megmozdulások, demonstrációk, hanem vidéken az ország több pontján is.